A gyógyszeripar sötét arca, világméretű emberkísérlet, a Vatikán bukása, a kőszikla leomlott. Hollywood és Hitler, a nácik és az álomgyár kapcsolata. A messiás csillaga, az ókori írók furcsa meglátásai. Nagylábú történelem, a hatalmas öreg testvér. Az emberiség kozmikus eredete, vissza a Marsra, ősi proféciák Amerikáról. Mindenről és még sok más izgalmas, érdekes dologról olvashatnak a Hihetetlen magazin áprilisi számában. Kapható az újságárusoknál. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. Köszöntöm a Hihetetlen nézőit Szűcs Robert nevében is. Üdvözlöm Önöket. Dombóvári Gábor vagyok. Mielőtt még itt sorsolnánk és elmondanánk a nyereményeket és mindent, meg a mai műsort, azért egy pillanatra tekintsünk vissza arra, hogy a múltkori két adásban, mert összefüggött a kettő, mi mindenről beszéltünk. Nekem annyi jut eszembe így elsőre, hogy demográfia, aztán az, hogy migránsválság, aztán, de ez a korábbiban volt, és a legutóbbira mire emlékszel? Hát az Európa halála volt, eléggé hangzatos volt a cím, eléggé figyelemfelhívó volt. Én nagyon örültem, mert mind a két adásban, amikor a nézőink valamilyen módon reagáltak, és főleg az első adásban mindenki szörnyűködött, hogy milyen elképesztő mennyiségű szegény ember él mélységben a Földön. Itt hozzátenném egyébként csak úgy előzetesként, hogy elhangzott, hogy igazán 3 milliárd ember él nagyon mély nyomorban, és összesen 5,6 milliárd él mély szegénységben. Most mind a két megoldás egyébként elfogadtuk, csak úgy mondom. Az Európa halála az hihetetlenül megérintette az embereket. Természetesen ezt majd egy soron következő műsorban, illetve nem most, hanem az azután következő műsorban, hogy kitérünk erre, hogy az emberekben egyébként ilyen politikai indulatukat korbácsolt ez az egész, tehát mindenki a saját politikai irányultság és vérmérséklete szerint elemezte a történetet, és mi hiába mondjuk el minden egyes alkalommal, hogy mi pontosan középen szeretnénk maradni, és azért szeretnénk objektívek lenni, vagy hát, illetve azért vagyunk minden álláspontot megmutatni. És megmutatjuk a különböző álláspontokat. Hát ez az embereket ez különösebben nem igazán izgatta, és mindenki mondta a saját álláspontot. Egyébként a nézettség, ezeket is elmondjuk majd, mert megkérdeztem valakit, hogy most ő tudja tulajdonképpen, hogy ezt a műsorunkat, ezt igazából hányan nézik. Én szerintem követhetetlen. Várjál, de megmondom, hogy miért követ. De most csak egy három mondatban megengedem, és mondjam. Akkor utána pedig ezzel a témával foglalkozunk. Tehát egyszer van a Hihetetlen magazin és a Hihetetlen TV Facebook oldalán beágyazva ez a műsor. Ez például a legutolsót, mit tudom, megnézték kb. 25 ezeren. Igen. Előtte 15-25 ezeren megnézték itt a televízión. Mármint aztán a hatos csatornán, tehát a főadás és a négy ismétlés. Majd, hát annál tehát többen. Ez körülbelül, igen. Jó, de most én nagyon szeretem, hogyha most nagyon lájtosan számolok. Ja, igen. Na, akkor ehhez jön hozzá a YouTube, ami az első 5 nap még csak 6000 volt, de csak azért, mert azok konkrétan már a YouTube-on nézték meg, tehát nem a beágyazott videókat. Majd ezen kívül van a hatos csatornának is Hihetetlen csatornája, Hihetetlenek is van, Hihetetlen YouTube csatornája, igen. És még én találtam 3 vagy 4 ilyen, akinek ilyen lejátszási listái vannak, ahol szintén szerepel a Hihetetlen, tehát most tényleg önteltség nélkül, az én véleményem szerint, tehát látod, hogy tényleg az itteni nézettséget is direkt alacsonyra vettem, szerintem súroljuk a 100 000-et. És akkor? A 100 000-es nézettséget. Most azokról a kiemelkedő műsorunkról, ami még 2013-ban volt például. Jó, hát az... Földi bázisok, az már mit tudom én, 150 000-nél tart, tehát vannak olyanok, vagy vannak, amiket ennél lényegesen többen néztek meg, de az a lényeg, hogy mostanra kialakult egy ilyen teljesen stabil nézőközönség, és én szerintem a körülményekhez képest a tévé méretéhez és a műsorhoz lehetőséghez képest szerintem hihetetlen. Ez így van, és akkor én mindig hozzáteszem, ami teljesen függetlennek által megállapított adat, mert ezt be kell mindig nyújtani, hogy 1.400.000 háztartásba jut el éppen a hatos csatornán. 3,5 millió emberhez egyébként. Hát, pontosan. Így van.
Igen. No, hát akkor mondjuk el a nyereményeket, hogy ne várjanak olyan sokáig a kedves nézők. Mindjárt megkeresem ezt a papírt. Itt van. Tehát először a 18-a, mármint a március 18-ai, utána pedig a 25-ei adás kérdéséről, illetve kérdéseiről, nyereményeiről van szó. Na, mindjárt mutatom azt is, hogy mi mindent nyertünk. Március 18-át, hogy hány millió, becsapós a kérdés, hány millió ember él mélyszegénységben a Földön, ezt az előbb említett. 5600 millió, vagyis 5,6 milliárd. Igen, a nyertes pedig Csillag Attiláné, martonvásári kedves nézőnk, és mielőtt még tovább mennék, azért megmutatom a nyereményeket is, nehogy ő is két kelkedéssel fogadja. Itt van a fél éves előfizetés, ez már az áprilisi száma természetesen a Hihetetlen magazinnak, és van a külön szám, apokalipszis, megtervezett összeomlás. Hát most még elkerülhetjük a sötét jóslatok teljesülését. Egyébként erről a mai műsorban többek között szó lesz. És akkor mutatom a könyvnyereményeket is. Fellebben a Fátyola valódi Maja proféciáknól, a Maja uroborosz, itt tartunk, és a másik pedig a Bird admirális titkos utazása a Föld belsejébe. Ez azért is érdekes, mert már ilyen témával is foglalkoztunk, hogy vajon a lábunk alatt milyen világ létezhet. Na, és akkor mondom tovább a nyereményeket. Martonvását mondtam, és akkor a 25-ei adás, amit említettél az előbb, Európa halála, hány millió, most ez nem becsapós, bevándorló él ma Európa országaiban, a válasz pedig körülbelül? Várják, körülbelül 50 millió, de ezzel földobtuk a kedves nézőknek, elnézést kérünk. Ennek egy kicsit utána kellett volna nézni, mert ezt megmondom őszintén, tudatosan nem mondtuk el a műsorban a számot. Ez hihetetlen megzavarta a kedves nézőinket, és lényegesen kevesebb megfejtés érkezett, illetve lehet, hogy rosszul értelmezik, mert arra gondoltak, hogy hány bevándorló jött most az elmúlt időszakban, ez a másfél millió, de körülbelül 50 millióan vannak, és ebből az 50 millióból 17 millióan már itt születtek egyébként Európában, de hozzávetőleg 50 millióan. A nyertes pedig Gál Lászlóné, Héreg a település neve, az utcát azt nem mondjuk természetesen. Na hát akkor az Egészségháború című külön számot nyerte Jasinka Beáta Sárszent Mihályról, valamint Áros Balázs budapesti kedves nézőnk, és mutattam a könyvjutalmakat az előbb, az ide vonatkozó nyertesek pedig Nyakacska Imre Debrecen, Berec Miklós Budapest, és a Maja uroborosz, amit szintén mutattam az előbb, Zámói Judit, valamint Koza Andrea Budapesti, illetve Koza Andrea pécsi kedves nézőnk, gratulálunk mindenkinek, és ne hagyjanak fel jó szokásukkal, továbbra is küldjék a megfejtéseket, mert csak azért is mondom, mert hogyha valaki netán háromszor egymás után nyer, még az is előfordulhat, mert így hozza a sors. Volt olyan, hogy kétszer. Volt már olyan, hogy kétszer, tényleg kétszer nyert, kétszer. Mm-hmm. Ez tényleg előfordul. Ja, hát tudom, emlékszem. Sőt, olyan nyertesünk is volt, aki megnyerte az előfizetést, és akkor a kolléganőm tájékoztatott róla, hogy ő egyébként már előfizetünk. Mm-hmm. Őnek azonnal felajánlottuk, hogy helyette kapjon mást, és akkor a három külön számot kiküldtünk neki helyette, mert ő mondta, hogy nagyon köszöni, és te is odáig volt, hogy ilyen rugalmasan kezeljük a kérdést. No, hát akkor nézzük a mai leckénket, a végítélet napja. Már is mondom, hogy ez az első felvonás, mert a következő műsorban is a végítélet napja címszó alatt fogunk beszélgetni, de azt hiszem, hogy ennek úgy volt az alcíme, hogy az Antikrisztus eljövetele. Akkor mielőtt tovább mennénk, miért ez az alcím? Hát igazából azért, mert napjainkra egy olyan elképesztő, hihetetlen, felfoghatatlan helyzet állt elő, amire a legtöbb ember, és beleértve egyébként még magunkat is, 5 évvel ezelőtt sem gondolt volna. 2008-ban volt egy nagy pénzügyi válság, ami utána elkezdett lecsengeni, aztán jött a nagy adósválság, hát ez folyamatosan tartott, utána nagyjából egész évben, amikor jött ez a devizamentés, amikor átkonvertálták forintra, akkor itt megoldódott, ez nem csak magyarországi dolog volt egyébként, hanem ez Európa számos országában megtették, és akkor mindenki egy picit fellélegzett, mert úgy érezték, hogy na most akkor megint normalizáljuk a helyzet. Sajnos 2011-ben bekövetkezett, amit elhíresült arab tavasz, amit arab tavasznak neveztek el, amit hát tényleg csak a nevében volt az,
az igazából azzal nem egy pozitív fordulatot hagyott. Se tavasz, se újjászületés, semmi nem volt. Tökéletes. Tehát így van, egy kaotikus állapotba süllyesztették azokat az országokat, ahol ezeket levezényelték, gyakorlatilag egész Észak-Afrikában, de Egyiptom, Tunézia, Algériáig is kiadott, Líbiába, hát ott az közismerte sokszor beszéltünk, hogy eltávították, megölették a Kadhafit. Igen, aztán végül is itt a közel-keleti térséget meg tökéletesen sikerült, főleg a szíriai válsággal, tehát ahelyett, hogy egy pozitív előrelépés történt volna, akár Szíriában, akár Egyiptomban, Jordániában, sehol nem történt meg, hanem ebből egy elképesztően hihetetlen kaotikus helyzet. Mind a mai napig természetesen sajnos ez a kaotikus helyzet. Na, ennek a kaotikus helyzet, ennek az egyik következménye az, hogy ez a jelen pillanatban még mindig hihetetlen módon kezelhetetlen migránsválság. Na most csak egyetlen egy gondolat arra, bizonyos apokalipszis külön számra, mert ez inspirálta ezt az egész műsor folyamat. Azt képzeld el, hogy ezzel körülbelül egy évvel előre dolgozunk úgy, tehát én ezt a külön számot, ez körülbelül a múlt év nyarán, amikor még a migránsválság sem kezdődött, igen, el, igen. Akkor álmodtam meg, és akkor utána már decemberre már gyakorlatilag minden szerzőmény. Mondd azt szerint, hogy a történelem igazolta az elképzelést. Így van. Sajnos. Sajnos, és tényleg ez a szörnyű, de tökéletesen igazad van most komolyan, az a szörnyű, hogy pont mostanra alakult ki egy olyan helyzet, amiért ennek a műsornak tényleg ez a végítéletnapja lett, vagy hát azért nem akartam ítéletnapja, mert az a Terminátor című filmben szerepelt, a végítéletnapja szerepelt, és úgy néz ki, hogy egy olyan elképesztő, hihetetlen erővel megyünk, rohanunk, törtetünk egy nagyon-nagyon-nagyon negatív irányba. Talán lehet, hogy egyszer már használtam ezt a kifejezést, hogy úgy érzem magam, mint amikor elég sokat repültem, és akkor ülök egy repülőgépbe, akkor te is elmész rá, meg a kedves nézőink, akik valami, és akkor hirtelnyében bekapcsolják a hajtóművet, és valószínűtlen sebessége földgyorsul a repülőgép, az, hogy eléri azt a 350-400 km-es sebességet, hogy fölemekedjen, szinte így belesüppelt az ülésbe, és én is azt hiszem, hogy valami hihetetlen megindult, és elkezdtünk száguldani, és az én a legrossz... Bocsánat, én nem azt érzem, hanem nyilván aki repült, tapasztalta, amikor ilyen, hát lehet, hogy rosszul mondják, de légüres térbe kerül, amikor egy pillanatig elkezd esni a repülőgép. Jaj, azt nem mondja, tehát az és akkor az, én meg azt érzem, éppen ezeknek a dolgoknak az összefüggésében, hogy mintha itt szépen zuhangatnánk. Jaj, nagyon jó példa. Nagyon, és elég szörnyen hangzik egyiket, és bon, én még csak ilyen, azt hiszem, ilyen 50 méteres zónás értem át, de a halálfélelem hát, volt. Volt egy repülőgép egyébként, ami 1000 métert ment lefelé, képzeld, de belement egy ilyen térbe, és 1000 métert ment lefelé, majdnem minden utas megcsinálta, mindenki összetörte magát. Másik történt. Na mindegy, csak lezárva ezt a gondolatsort, tehát azzal, hogy elképesztő módon felgyorsultak a folyamatok, elképesztően továbbra is minden egy irányba mutat igazából, és gőzerővel haladunk, úgy tűnik, és ez nem csak nekünk tűnik, igen, úgy, hanem a különböző elemzőknek is úgy tűnik, minthogyha az elit, és ezzel az elittel most azt a politikai, katonai, gazdasági vezetőket, akik mögött egyébként a legnagyobb bankok vezetői és a világ igazi irányítójának, minthogyha egy picikét kiestek volna, nem hogy a szerepükbe estek ki, hanem hogy az irányítás, tehát mint egy picikét irányíthatatlanná vált volna az egész folyamat. Tehát de már saját maguk számára is. Igen, így van, tehát úgy érzik, hogy elindultak bizonyos irányokba, és azt a bizonyos irányokat, azt mindenképpen meg kell tartani. Tehát, hogyha ők elhatároztak valamit, hogy csinálnak, akkor azt folyamatosan végig kell vezetni. Annak esetleg lett valami fajta következménye, igen, de azt a következményt még nem tudják felszámolni. Lehet, hogy az arab tavasz sem így képzelhették el esetleg. Ez lett a vége. De ez lett a vége. Na de ennek a következményei, képzeld el, amikor ezek így hatványozódnak, mennek föl, és onnantól kezdve most úgy tűnik a helyzet, hogy igazából senki sem tudja, hogy miképpen kéne megoldani a népesség robbanás, miképpen kéne megoldani a migrációt, mi kéne megoldani a gazdasági helyzetet, a pénzügyi helyzetet, a társadalmi helyzetet. Hát és körülbelül egyáltalán a jövőnket. Erről szól a történet. Én közben belenéztem itt a külön számba, és azért is vettem a kezembe, mert mondtad, hogy hát ez már elég régen elkészülődött, igen, de hát most ért be a dolog, és akkor, mint ahogy beszélgettünk is erről a műsorban, hogy
hogy lehetséges kiváltó okai a migránsválságnak, és akkor én összesen három címet mondok, hogy kik állnak a népvándorlás mögött. Az az első elmélet az amerikaiak, beszéltünk róla, a második a törökök, beszéltünk róla, a harmadik netán az iszlám állam, ami iszlám állam egy nem létező állam, mert senki nem ismeri el. Na jó, akkor menjünk, nézzük meg az első összeállítást. If and when this chaos breaks out, the world will be crying out for help. They will be asking for someone or something to come save the day. We have been programmed for decades by mainstream media and our politicians and world leaders to trust our governments in times of crisis and confusion. My theory is that this is when the world government will be solidified. It will be a necessary action that everyone will accept in order to rebuild society and a chance to do it right in the minds of many. A one-world economy and a one-world government are certainly possible and within reach right now. But the one thing that will cause the world to worship one man is a one-world religion. This will require something phenomenal and something beyond our scope of reality. There is sort of a dueling version of, I think one group is going to say it's the Muslims that's going to create this one world Muslim religion, and another group says it's going to be the Catholics, a one world Catholic religion. Both of those are problematic because the religion described in the Bible is one that people willingly embrace, not are forced to convert to. And I see that as both of those is very problematic because we've been trained to hate both of those for various reasons. Obviously, Catholicism has many problems and is deserving of the criticism that it gets, but I think the reason that it is used like that is because people don't distinguish between Catholicism and true biblical Christianity. So by pointing at the Catholic Church, Satan gets to discredit Christianity in the minds of many people, although most of us would say that what the Catholic Church is doing and does is in no way biblical, but most people don't distinguish Christianity from the Crusades, and so that's a very advantageous thing that Satan uses. To say that the world is going to be taken over by Catholicism has already the problem of trying to get the people that have been trained all their life to hate Catholicism to now embrace it. And some will say, well, there's going to be great signs and wonders and everything. But I don't buy that for a minute. I mean, you can't convince the the Muslim world, which constitutes much of the world, that all of a sudden Catholicism is the true religion just because there's some signs and wonders. There's no Muslim in the world that would buy it. They would just say, well, it's demonic. It's the result of demonic forces. Every evangelical, even if they saw great signs and wonders coming out of the Pope, they would say, well, you know, there you go. It's demonic. Nobody would willingly embrace it just because of signs and wonders out of Catholicism. And similarly, the same problem is with the Muslim world. You're not going to get anybody to convert willingly to the Muslim religion that has been trained. Like, consider the Fox News reality of America. You're never going to get John and Joe Sixpack to convert to Sharia law or whatever just because some fancy guy shows up and starts performing miracles. They're not going to convert to it. They've had their whole adult lives trained to hate it for various political and, you know, whatever else reasons. So that doesn't make any sense. At least the biblical one world religion is something that people unite in their belief that peace has come and the utopia is here. They willingly embrace the Antichrist and willingly give him their worship. Szóval ezekben a műsorokban beszéltünk mi már világválságról, világkormányról, sok minden globális dologról, mondjuk világvallásról, ilyen értelemben még nem nagyon volt szó. De mindez most azért jutott eszembe, mert a napokban, éppen ezen a héten volt 100 éves a magyarországi iszlám vallás elfogadása. És nyilatkozott is a mostani vezetője, és hát elmondta, és ezt azért hozom csak szóba, mert mi is mindig minden oldalt megnézünk. És ő elmondta, hogy kérem szépen, az, hogy néhány százezer iszlamista hőbörög, az egyáltalán nem azt jelenti, hogy a több milliárdos iszlám közösség az ugyanolyan. Szó sincs róla, ez az egyik. A másik vallásról van szó, de ahogy ő elmondta, ennek az úgynevezett iszlám államnak a vezetői, és most minden, most a terroristák, nem terroristák, a robbantgatnak, így mondta, azok közül egy se vallási vezető. Tehát nem végezte el mindazt,
amitől ő vallási vezető lenne, és nem azért megy be a mecsetbe, mert a vallása diktálja, hanem azért, mert robbantgatni akar, és elmondta, hogy igenis nem szabad, és egyáltalán nem szabad összekeverni ezt a nem létező iszlám államot azzal, ami tulajdonképpen a több milliárdos iszlám közösség. És hogy az iszlám állam azért is nincs, mert senki nem ismeri el, ők maguk kikiáltották magukat iszlám államnak, és mindjárt mondom a lényeket és a poént, mint ahogy kikiáltottak annak idején Donyecki köztársaságot, meg még sorolhatnám, és hogy hibásak igenis azok, akik ezt elfogadják és felfújják, és azt kérdezték az iszlám vezetőtől, hogy voltak éppen miért nem tiltakoznak, és miért nem adnak ennek jobban hangot. És ő azt mondta, hogy kérem szépen, tessék megnézni a honlapunkat, már egy évvel ezelőtt elkezdtük mondani, MTI közleményeket adtunk ki, csak valahogy a sajtó, nem csak a magyar, éppen azzal foglalkozik mindig, amikor robbantanak, de amikor mi, mint iszlám vallás hívők tiltakozunk, az valahogy soha nem lát napvilágot. Lehet, hogy kicsit hosszú voltam, de azért szerintem ezt muszáj volt elmondani. Ez egy fontos információ. Egyébként hozzá kell tennem, hogy hát ebben van egy picike, most bocsánat, nem akarok nélkül egy csúsztatás, mert a Bagdadi, a vezetőjük, ő a Mohamednek a utódjának tartja magát, egyébként is a vallási vezető is egyben, és nem csak politikai vezető, és ő tényleg államszerű képződményeket csinálnak, tehát ez annyiban nem igaz, hogy az iszlám állam olyan dolgokkal ellensúlyozza azokat a borzalmokat, amit elkövetnek, hogy iskolákat építenek, utakat aszfaltoznak, igen, segélyeket igen. osztanak, meg beiskoláznak, meg családegyesítést csinálnak. Tehát direkt focizzák a nyugatot ezzel. Hozzá kell tennem, hogy nagyon jogos, a többi része nagyon jogos, egyébként minden alkalommal el szokták ítélni. Tehát a különböző iszlám vezetők elítélik ezt a terrorizmust, mert azt mondják, hogy hát azt igen, nem ezt része ők is, ennek. Ezt ők is elítélik. Az az igazság egyébként, hogy ez is már csak megint, hogyha nagyon-nagyon objektívek és középen állunk akarunk lenni, akkor ez sem teljesen igaz, mert a iszlám egy nagyon erőszakos és térítő vallás. Igen, tehát igen. Amint itt a bejátszásban szerepelt, és az előző műsorunkban is elmondtunk, nagyon sokszor szerepelt, hogy azt mondják, hogy igen, az iszlám az győzedelmeskedni fog egész Európában, és ők úgy állnak hozzá, sőt nem az egész Európában, bocsánat, az egész világon. Most ami lényeges, hogy ebből a bejátszásból és a műsornak ebből a részéből igazából annak kéne kiderülnie, hogy nagyon sok ember retteg attól, pontosan attól például itt Európában, a keresztény Európában, a kereszténység bölcsében, itt mindenki retteg attól, hogy akkor jön egy iszlám, és átveszi a hatalmat. Most igazából az új világrendben és az elit céljai között szerepel az, hogy egy egységes világvallásnak a létrehozása, amiről nagyon jól mondtad, hogy ideig nem beszéltünk. Na de most ez megint a kérdésem, hogy lehetne létrehozni egy egységes sehogy világvallást, szerintem. Amit ebből a bejátszásból csak picibe kiderült? Hát hogy lehetne egy keresztény embert áttéríteni az iszlám hitre? Vagy hogy lehetne iszlám egy iszlám hívőt áttéríteni a kereszténységre? És akkor itt nagyon durván bemutatta, hogy igen, ez egy lehetetlen feladat, mert nem tudjuk, hogy mit kéne igazából csinálni, mivel lehetne. És majd mondom is, hogy miért jön majd a következő bejátszás, hogy tudnánk igen. meggyőzni az embereket, mivel tudnánk rávenni őket, mivel tudnánk elhitetni velük, hogy gyerekek, nektek nagyon jó lenne, ha lenne egy egységes világvallás. Vannak olyan, az elit és az új világrend elképzelése között van egy olyan is, hogy akik rájöttek arra, amit most mi ugyanúgy nagyon egyszerűen elmondtunk, hogy ez lehetetlen, ezt nem lehet megvalósítani, éppen ezért mit kell csinálni? Meg kell szüntetni még egy mindenfajta vallást. Minden ez egyébként már a felvilágosodás időszakában elkezdődött, és akkor voltak onnan a jakobinus mozgalomtól, onnan kezdődtek azok a különböző szervezetek, amelyek még az utódszervezetei mai napig is léteznek, és ők akarták ezt, tehát tulajdonképpen, hogy a vallást vegyük ki, mert a vallás hihetetlen ellentéteket okoz, és még nagyon röviden, tökéletesen igaz. Ha elgondolod a világon, hogy hány helyen folyik jelen pillanatban is vallási háború, hogy a huszik lemészárolnak Afrikában 800 000 embert, mert az annak más a vallása. Igen. Ha egy Belgiumban egy vallon meg egy flamand, az úgy utálja magát, mint egy iszlámhívő meg egy keresztény hívő. Tehát egy valláson belül, a kereszténységen belül a különböző vallási irányzatok szemben állnak, a katolikusok és a reformátusok szemben állnak, a különböző más rendszerek, mindent, amit el tudsz képzelni. Na most ezt igazából
Én nem tudom, tényleg volt én elképzelés, hogy kellene egységesíteni, és meg kellene tenni azt, hogy ebben legyen egy. Én azt gondolom, hogy az igazi terv az, hogy ezt kiüljék az emberekből. Elvegyék, kivegyék, mert úgy gondolják, hogy nem lehet megoldani. Igen, igen, és akkor olyan finoman fogalmaztál, hogy lehet elhitetni az emberekkel, hogy lehet manipulálni az embereket. Itt megint csak arról van szó, hogy ilyen értelemben tessék szíves lenni azt csinálni, most, amit mondunk. De képzeld el, hogy most a mostani technológiákkal, azzal a technikai eszközökkel, amik rendelkezésre állnak, egy régebbi műsorunkban már szerepelt egyébként ilyen jellegű téma, és amiről majd most fogunk foglalkozni, hogy igen, annak ellenére az embereket rá kéne venni a modern technika legeslegeslegújabb eszközével arra, meggyőzni őket, de itt nem arról van szó igazából, hogy egységesíteni a vallásukat, hanem mindenki vallásának, az ő saját vallásának megfelelő képeket, jelek az égen, megjeleníteni nekik, tehát ezen az összefoglalója. Mert ezt már meg lehet csinálni. Igen, már most is meg lehet csinálni, és csak felvezetésként, hogy például ezt már elmondtuk egyszer, hogy a chemtrail jelenség tökéletesen megfelel arra, hogy egy olyan kömöző fémoxidokat és ilyeneket szólnak a légkörbe, amelyek egy tükörszerű felületet képeznek, amiről egyébként például ezek a sugarak, vagy ugyanezt el lehet majd mondani a harpnál is, hogy a harpnak a sugárzása szintén ugyanezt ér el, és azért fogunk beszélni a harpról is egyébként, mert úgy tűnik, hogy egyre intenzívebbé válik a tevékenység, és a direkcióban már legalább 25 darab ilyen eszköz. Na, mindjárt odaérünk, de előbb most egyelőre nézzük meg ezt a bizonyos blue beam, hogy a kék sugár. A kék sugár és mondjuk Isten, hogy jön itt ilyen értelemben közös nevezőre. Ebből egyetlen egy mondatot jegyeztem meg, méghozzá azt, hogy minden rendszer úgy működik, hogy becsapja a világot. Hát elhangzott, el lehetett olvasni, és tényleg minden rendszer, és főleg olyan összefüggésben, amiket elmondtál, hát hogy becsapja a világot, és becsapjon minket. Azt képzeld el, amikor van egy ilyen rendszer, ami így működik, tehát hogy különböző műholdakkal, repülőgépekkel, földi eszközök segítségével elő lehet idézni ilyen jelenségeket. Azoknak az embereknek, akik mérhetetlenül vallásosak,
és például a muszlimok most már körülbelül, mit tudom én, most már többen vannak, mint a keresztények, szerintem olyan 1600 millióan vannak, igen, a keresztények számát 1500 millióra becsülik. Képzeld el, hogy azoknak az embereknek, főleg egyszerűbb embereknek, lőterületeken megjelenik egy ilyen jelenés, egy látomás. Valaki azt mondja neki onnan, Mohamed proféta, hogy ezt meg ezt meg ezt csinált. Igen. És biztos vagyok benne, hogy ezt megtennék. Ugyanez azokban, itt Európában nehezebb lenne, mert itt azért egy kicsikét műveltebbek és okosabb az emberek, de itt is nagyon sokan lennének, hogy képzeld el, amikor tényleg megjelenik, igen, az öreg kaporszakáru, és szól hozzájuk, és tényleg szól hozzá, nem az, hogy nem kell soha se elmennie, hanem elmondja, el mutatja, látja. Mit tudom én. Tökéletes, ez egy égi hologram, ez, igen, a legjobb meghatározás. Most ezt hihetetlenül föl lehet használni annak az adott programnak az új világrend felépítésének folyamatában, azon a ponton, hogy most mi ezt is bevetjük. De mondom, azért született ez a műsor, mert kiderült, hogy rengeteg-rengeteg dologgal foglalkoznak, rengeteg dolog, és az, mint sokszor mondtuk, hogy mindig egy irányba mutat. Tehát ezt a módszereket ugyanígy lehet felhasználni, ja, mert ezzel befolyásolni lehet az embereket, és olyan döntésre lehet esetek rávenni, amire senki más nem lenne képes. Az már egy másik történet, hogy itt talán a bejátszásban nem húzott el, ezzel azt is el lehet hitetni az emberekkel, hogy földön kívüli invázió, igen, van, igen, igen, megérkeztek a földön kívüliek, és be kell vezetni egy rendkívüli állapotot. Megjegyezném, ha most azért valaki körülnéz Európába. És hát igazán... elég rendkívüli állapotok de, vannak. Várjál, de ez nálunk ugyan van egy kis felfortyanás abból, hogy most ilyen terrorkészültség, meg a olyan törvényt akarnak, hogy minden telefon lehallgatott legyen, minden információforráshoz hozzáférjen. De csak törvényes menjék, úton. Jó, hát ezt már ismerjük, ez általában ezt a törvényes úton. Igen, igen. Mindig a hatalom gyakorolja a törvényt, tehát most hát ez nem. Na de most már eljutottunk odáig, hát gondolj végig, vagy a kedves néző, gondolják végig, hát 5 évvel ezelőtt már hallottunk olyanról, hogy már akkor már elkezd, nem, akkor még nem is volt, még Edward Snowden sem volt még akkor, aki kiszivárogtotta volna, hogy milyen, igen, mértében lehallgatnak, akkor még erről szó sem esett, fel sem merült az emberekbe, hogy te jó ég. Mi mondtuk 1 évvel, 2 évvel, 3 évvel ezelőtt, hogy az elit célja az, hogy totális ellenőrzés alatt tartsa a sajtót, így megtörtént. Az internetet, ezt még nem tudja, de most már mindent megtesznek, hogy úgy tartsák, hogy lehallgassák a telefonokat. Amiben, bocsánat, nekem mindig azt tetszett a legjobban, amikor elmondtuk, hogy akkor is tudják, hogy hol, kivel, mit csinálsz, és a telefonodba beavatkoznak, hogy a besincs kapcsolva, és a szomszéd szobában van. Így van. Na. De televíziónál is előfordul. Így van, pontosan. Hát én is megcsináltam, ott van a kamera, és nagyon sokan azt mondják, hogy azon a kamerával gyakorlatilag rá tudnak állni, és éppen látják, hogy te mit csinálsz a nappaliba, pontosan, és hallják, hogy miről beszélsz. Igen, na igen. Most na most erre senki nem számított, még 5 évvel ezelőtt se, hogy most 2016-ban, igen, konkrétan, tehát egyre több olyan dolog ment, amire mindig csak azt mondták, hogy bugyuta ostoba, összeesküvés elmélet. És mi mondtuk, hogy gyerekek, ez nem összeesküvés elmélet, hát ez a valóság, hát gondolkozni kéne, és itt a valóság. De olyannyira itt a valóság, hogy most megint csak azt mondom, ugye, hogy péntek van, és pontosan ezen a héten... Április elsője. Igen, igen, de mi most vicc. Komolyan beszélünk, igen. Ez nem vicc. Szóval pontosan ezen a héten is napvilágot látott mindenhol a világsajtóban, hogy például az egyik megfigyelt vagy üldözött terroristát vagy robbantgatót úgy találták meg, hogy a barátnőjének a telefonját lehallgatták, és meg az övék, és tulajdonképpen a telefonon jutottak a nyomára. Ilyen rendszeresen van. A másik pedig, hogy amikor mondott, hogy 5 évvel ezelőtt talán, vagy 4 évvel nem gondoltuk volna, ez a bizonyos terror fenyegetettség. Én most nem azt mondom, hogy ezt itthon nálunk felfújják, és akkor most a harmadfokú vagy a másodfokúról visszamegy és enyhébb, hiszen tegnap vagy tegnap előtti hír, hogy például le kellett állítani a forgalmat a szombathelyi vasútállomáson, mert bejelentették, hogy bomba van, órákon át állt a forgalom, aztán találnak, nem találnak, ez egy másik dolog, de az utóbbi időben nagyon sok ilyen, hogy mondjam, álbomba riadó van, és szintén néhány nappal ezelőtt volt az, hogy
bombát jelentettek, és kiderült, megtalálták a társaságot telefonútján, hogy 20 vagy 21 fiatal be volt nyomva otthonról, és valaki telefonált, aztán el is vitte a rendőrség mind a 21-et, mert senki nem vállalta magára. Na most nem akarom én ezt hosszú ére ereszteni, csak pusztán megerősíteni azt, amit mondtál, hogy ez a mai valóság. Na, annyit csak hozzá kell tenni, egyébként ugye a terroristák a legegyszerűbb módszert választották, egyébként mindenütt eldobható kártyás telefonokat használtak. Igen. Ebből igazából, amit elmondtunk egyébként már az előző műsorokban, hogy igazából az a probléma, hogy a titkosszolgálatok most döbbentek rá, hogy mindent alárendeltek a mindenható technikának. Igen. És úgy gondolták, hogy ezzel a technikával mindent meg tudunk oldani, erre jött a terrorista, a másik, a hatodik barátjával megvetetett egy kártyás telefont, azt a kártyás telefont azzal elkezdett telefonálni, és azt senki eldobta. Nem figyelte meg, és senki nem, és utána az így eldobta. Tudod, hogy az Európa legtöbb országában már bemész, le kell adni személyigazolványt, amit tudod, hogy hol lehet most még enélkül kapni ilyen telefonokat? Romániában. Most van éppen valami nagy felháborodás ebből, hogy módosítani kell ezt a törvényt, és idáig persze. Nem foglalkoztak vele, azt mondták, hogy most ne komolytalankodjatok. Igen, egyébként amikor nálunk elkezdtek terjedni a mobiltelefonok meg minden, és akkor pontosan mindent be kell diktálni, de a cipőnagyságodat is szinte, és akkor mondta az egyik ismerős, ami jött haza, kint élt néhány évet Egyesült Államokban, Floridában, és akkor vett egy mobiltelefont, azt mondja, gyerekek, ne hülyéskedjetek. Hát itt egyszerűbb Amerikában egy autót venni, mint itt egy mobiltelefont. Hát persze. És ez így van. Na menjünk tovább akkor, mert hogy sugárzás továbbra is, és ahogy az előbb említetted, jön ez a félelmetes HARP rendszer. A HARP csak egy a bolygónkon található jó néhány elfsugárzó közül. Az Egyesült Államok három ilyet működtet. Egyet az alaszkai Gakonában, egyet Fairbanksben, egyet pedig a portorikai Arecibóban. Oroszországnak is van egy Vasilszurszkban, Nyizsnyi Novgorod közelében, az Európai Uniónak pedig a norvégiai Tromsø mellett. Ezeknek az adóknak az együttes működése potenciálisan bárhol a világon megváltoztathatja az időjárást. Teljesen elterelheti a futóáramlást, és ezzel masszív esőzéseket, vagy éppen aszályokat válthat ki. Az atmoszféra melegítése akár a hurrikánok irányítását is lehetővé teheti. A módszer segítségével ugyanis magas nyomású kupolák hozhatók létre, amelyek eltéríthetik a hurrikánokat. Az Egyesült Államok kormánya szilárdan kitart amellett, hogy a HARP tudományos céllal működik. De vajon több-e puszta egybeesésnél, hogy mióta üzemel, szakértők furcsa időjárási anomáliákra, köztük árvizekre, hurrikánokra és földrengésekre hívják fel a figyelmünket. A HARP-ot 1994-ben helyezték üzembe, és 2007-ig folytatták a bővítését. Ma a HARP-ot is beleértve összesen 5 ionoszféra melegítő berendezésről tudunk a világon, de akár további 20 ilyen is létezhet. Nincs rá egyértelmű bizonyíték, hogy bármelyiket is időjárási fegyverként használnák. Mindazonáltal alkalmasak az ionoszféra manipulálására. Ez pedig még valamihez vezethet. 2001. decemberében a kaliforniai Palo Altóban található NASA kutatóközpont tudósai különös dologra jöttek rá. Több mint 100, 5-ös vagy annál nagyobb magnitudójú földrengés tanulmányozásából az derült ki, hogy csak nem mindet elektromos zavarok előzték meg az ionoszférában. Vajon összefügghet-e ez a HARP-pal, vagy valamely hozzá hasonló berendezéssel? Mondhatjuk, hogy a HARP az ionoszféra megbolygatásával földrengést okozhat? Riasztó gondolat. Dr. Agnew első kézből tapasztalhatta az elfsugárzás erejét. Még 1980-ban egy energetikai cég szolgálatában kőola és földgáz után kutatott. Munkájához ugyanezeket az ELF hullámokat használta, csak jóval alacsonyabb frekvenciákon. Ezt az eljárást nevezzük kőzett tomográfiának. Egy konkrét esetben azonban Dr. Agnew meg van róla győződve, hogy az ő HARP-szerű ELF hullámai idéztek elő egy földrengést.
1987 tavaszán az oregoni Roseburgben kutattunk olaj és földgáz után az ELF technológia alkalmazásával. Azon a napon némiképp más eredményeket kaptunk, mint amire számítottunk. Amint megkezdtük az energiasugárzást, a Richter skála szerinti 4-4,5 erősségű földrengés következett be. Igencsak megdöbbentünk ezen a látszólagos okozati összefüggésen. A csendes óceán északnyugati medencéjének földrengés bölcsőként ismert területén vagyunk. Bekapcsoljuk a készüléket, és íme megmozdul a föld. Hát azt hiszem, hogyha csak annyit mondok, ami talán a legegyszerűbb gondolat, hogy az ionoszféra befolyásolása. Ez az előbb eszembe jutott, amikor mondtad, hogy itt mindenféle szemcsékkel, meg chemtrail. Szóval az ionoszféra befolyásolása egyfelül, másfelül ez a bizonyos sugarak meg sugárzás előidézhet földrengést. Na most a gondolatsor vége az, hogy elképzelhető-e vajon, tekintsd el kérdésnek, elképzelhető-e vajon, hogy valakik valahol a világban megcsinálják ezt, mert érdekükben áll, hogy mesterségesen előidéznek földrengést. Erre már csináltunk külműsort, és a válaszom tovább akkor is az volt, és most csak beletartozik ebbe a tematikába. Igen, a válaszom mindenképpen, hogy igen. Azóta már kiderült, hogy ezek valóban, tehát ez az ELF, az az extra low frequency, tehát nagyon alacsony frekvencia, valami akár csak 1 Hz is lehet, tehát az emberi fül már nem igazán használja, hogyha valaki tudja, hogy használ egy profi eszközt, egy ilyen fülhallgatót, vagy ilyen egységet, akkor az 10-től vagy 20 Hz-től 20.000 Hz-ig visz át egyébként, tehát ezek a frekvenciák, ezek már lényegesen alacsonyabbak ennél. Most ezeken a frekvenciákon mi már akkor elmondtuk, hogy mindenre felhasználhatók, és amikor mi utoljára beszéltünk erről a témáról, akkor csak annyi voltam, hogy 2000 elkezdték építeni ezt az antennát, 2005-re gyakorlatilag körülbelül végleges tették, utána kezdték el azokat a, akkor volt a kísérleti stádium, és ennek tudták be, akkor volt a Szecsuáni földrengés, akkor volt az, hogy különböző jeleneseket láttak. Miután ez az ionoszférát kutatja, és hasonló jeleneseket is okoz, mint a sarki fény, most például csak mondanám, legutoljára Németországban, azt hiszem Hamburg vonalában volt sarki fény, és ugyanazt megtapasztalták Kínában is, ilyen természetesen nem lehet, mert ilyet ezen a szélességi körön ilyet nem igazán szabadna látni, de egyszer volt olyan, hogy innen a kékes tetőről is lehetett látni ilyen részeket. Tehát ez valami hihetetlen, döbbenetes, hatékony fegyver, és amikor, még egyszer mondom, amikor legutoljára beszéltünk, akkor már, és itt a bejátszásban is elhangzott, hogy körülbelül már 25 ilyen állomás található, és a technikai fejlődésnek hála, hogy minden és egyre... Világon, szóval. És minden... ha jól emlékszem, arról szólt a történet, már bocs, hogy vele vágok, hogy nem biztos, hogy mindenki rögtön megjegyez minden adatot, de hogy itt Amerikában, Oroszország, stb., de hogy Európában ezek szerint Norvégia. Az a Tromszőben, igen, ott volt. Norvégiában is volt, Oroszországban is volt, de azóta Afrikában is Kínában volt. Kínában, most már van Kínában is, persze. Egyesült Államokban is van, Kanadában is van, Dél-Amerikában is van, Közép-Amerikában az egyiket, a Puerto Ricóban, az Arecibo-i, ott van az a hatalmas, nagy ilyen besülyeztett távcső, amiben valamelyik a Kapcsolat című film, meg egy-két James Oldfield is ott játszott, tehát aminek fix tükre van, és az a földforgásával együtt tudja feltérképezni. Ott is található na ilyen. Most azt mindjárt folytasd, csak az jutott eszembe, hogy ugye annak idején, már jó régen ez megvalósult, hogy amikor hálózatot építenek ki, tehát számítógépeket összekapcsolnak. Na most, ha ezt a sok-sok harpot elképzelhető, hogy ez egy hálózat, vagy ebből egy hálózat lesz, mert akkor tényleg vége a világnak, és az van, amit akarnak. Hát az a baj, hogy úgy tűnik, hogy igen, az, hogy ki melyik egység hova tartozik, azt igen. Nem tudjuk pontosan, de mondom, az egyik célja az, hogy a az időjárást lehet befolyásolni. Ha valaki megnézi most az időjárást, megnézi, hogy milyen anomáliák voltak, hogy a téli időszakban tornádók söpörtek végig az Egyesült Államokon több száz tornádó, amikor ott, az nem a tornádó szezon volt, egynek sem kellett volna lennie.
megváltott az egész 80-100 cm-es hó esett New Yorkba. De előtte is New Yorkot már elöntötte, akkor egy hurikán ért oda New Yorkhoz. Tehát rengeteg olyan történt. Itt is, már megint csak egy ilyen apróság, biztos emlékeznek a kedves nézők, hogy 2014-ben azzal foglalkoztunk, hogy március 15-én jött az a 60 centis hó jött, és megváltott az egész, mint és jött az összes csinálták, és jött az összes, és ez direkt volt. Na most el kell mondanom, hogy most március 15-ére egyébként megint eléggé látványosan elromlott. De az egyébként napra csak. Csak az napra, azért mondom, tehát tökéletesen. Igen. A másik pedig a tudati befolyásolás. Tehát még egyszer mondom, az, hogy az új világrendet megalkossák, megcsinálják akár egy népességcsökkentést, akár csak befolyásolják az embereket, akár csak éreztessék velük, hogy gyerekek, mi ilyen hatalommal rendelkezünk, és nem fogjátok tudni ránk bizonyítani, hogy mit csináltuk. Ha ledobok egy bombát, akkor a bombából, akkor pontosan fel lehet mérni, rajta volt a radarokon, műholdfelvételeken, oda ment egy bombázó, megcsinálta. Ezeket a sugarakat nem tudják bizonyítani. Nem tudják bizonyítani azt sem, hogy továbbra is egyre kifinomultabb módszerekkel az elme manipulálása. Megint ne arra tessék gondolni, és mindig elmondom, hogy azt mondják, hogy Dombóvári Gábor kejföl és jár, nem erről szól a történet, hanem arról szól, hogy hangulatokat lehet, kiábrándultságot, rémületet, befogadást, elfogadást, minden olyan főleg dolgot, a média közvetítésével. És és erre még rájátszik. Most innentől képzeld el, hogy ez jön, erre rájön a... Na hát most ennél tökéletes, látod? Tehát ez az egész. Jönnek az égi jelek, a média ugyanezt mondja, és közben jönnek ezek a bizonyos sugarak. Hát ki az, aki ennek ellen tud állni? Na ezért hát kéne képzeld el, valami. Vagy képzeljék el a kedves nézők is, mondjuk a sivatagban a beduinok poroszkálnak, mert ugye ott még vannak vándorló népek, törzsek, de mobiltelefonjuk már van természetesen. Láttam erről egy filmet, és egyszer csak megjelenik ott valami az égbolton, ami azt sugallja, hogy most ne erre menjetek, hanem arra menjetek, és közben, mert a technikával már mindent meg lehet szinte oldani, közben megszólal a beduinnak a elnézést, nem a beduinok ellen szól, csak ez a példa, megszólal, vagy kiír valamit a mobiltelefonja, hogy néz föl az égre, fölnéz, és akkor hát a törzs még a legnormálisabb tagja is elgondolkozik azon, hogy most tényleg ne arra menjünk, amerre mutatják. Ott a szakadék, ez meg a megszokott útvonal. Ez körülbelül olyan szinte viszi az embereket, mint egy ősemberi szintre, amikor tényleg a fölnéztek az égre, nem tudták semmi a magyarázatot, és az mind ilyen isteni és természetfeletti dolgnak tartották. Most én megint csak azt látom, mondom, hogy most az összes létező dolgot bevetik, és ennek a bevetésnek az a lényege, hogy tényleg az emberiségnek az ellenállását megtörjék, mindenkit befogadóvá tegyenek, mindenkit elfogadóvá tegyenek, elvegyék tőle, és hogy a végén itt az első beállítás volt egy ilyen, hogy végén, hogy azt mondják az emberek, hogy valaki segítsen már. Igen, igen. És akkor jön az a bizonyos valaki, hát akit a vallás kívül egy antikrisztusnak tartanak, ugyebár jön az a valaki, és azt mondja, hogy mi segítünk neked. Igen, tőlünk meg fogsz kapni mindent. Mit kérünk ezért cserébe? Hát nem lesznek szabadságjogaid. Lehallgatunk, belenézünk, elolvassuk, megcsináljuk, minden formában, minden szabadságjogot elvesztük, és akkor az emberek ott ülnek, és ezért mondtam neked, nagyon jó volt a te példád és a repülőgépen, ezt mondom, hogy te jó ég, innen van még visszaút. Ezt a legutolsó, ezt kellene elkerülni, mert olyan szörnyű, hogy tényleg beleviszik az emberiséget olyan helyzetbe, amikor már nem tudsz mit csinálni, amikor senki nem tud mit csinálni, és szerintem azok sem feltétlenül, akik az egészet kitervelték. Uh-huh. És azért vannak most egyébként, hogy a különböző oldalak, a különböző országok, a különböző jelenlegi vagy volt nagyhatalmak, Oroszország, ami megint feltörekvő, Kína, próbál szembe menni ezzel, próbál valamit változtatni ezen, csak attól félek, hogy az egyes embert viszonylag nehéz befolyásolni. De a tömegeket igen. A tömegeket már igen. Tehát ez a tömegeket tökéletesen, nagy számok törvénye alapján sokkal pontosabban meg tudják mondani, hogy mit fog tenni 1 millió ember, vagy 10 millió ember, vagy Egyesült Államokban 100 millió ember, hogy kire szavazzon, most lesznek novemberben a választások, kire szavazom, tökéletesen befolyásolni lehet őket. Az egyes embert nem, de a tömegeket igen. És a tömegből szörnyű rabszolgákat csinálnak, és ez hihetetlenül kiállítok. Egyébként éppen a külön számotokban, már mint az apokalipszisban,
most a Harpról jutott eszembe, hogy van egy olyan összeállítás is, hogy felgyorsult klímaváltozás, és tulajdonképpen hát ennek is tulajdonítható, mert a meteorológusok is elmondják mindig, hogy kérem szépen az, hogy rekord hőmérséklet volt nem tudom hányadikán, és utolja 100 éve nem volt ilyen, de régen is volt, csak hozzáteszik most már az utóbbi időben azt is, hogy nem csak az a baj, hogy mikor a legmagasabb, hanem folyamatában. Tehát nem arról szól a történet, hogy június 16-án minden rekord megdőlt, hanem azt, hogy mondjuk június 16-a és július 3-a között egyfolytában. Na most ilyenre nem nagyon emlékeznek, és ez a bizonyos felgyorsult klímaváltozás, ami természetesen azt jelenti, hogy ahogy melegszik a Föld, egyre inkább, hát most nem akarok itt összeesküvés elméletet mondani, de elképzelhető, hogy ez is már valami ilyennek a következménye. Én biztos vagyok benne, és azért, mert a Harpot, ahhoz, hogy élesbe ki tudják, bocsánat, ahhoz, hogy megfelelően működjön, élesbe kell kipróbálni. Hát ez az. Miután ennek a mi ökoszisztémánk, az egész Földnek, aminek 4,5 milliárd év kellett az, hogy kialakuljon, hihetetlenül összetett, hihetetlenül érzékeny, és ezek felelőtlenül beavatkoznak, nem tudják felmérni, próbálják ezeket a futóáramlásoknak az eltérítése, valami legegyszerűbb módszereket, amit mondtak. Nem tudják felmérni, hogy oké, lehet, hogy mi elértük a célunkat, és ott szárazságot, esőzést, bármit okoztunk, de nem tudjuk, hogy mi lesz ebből egy vagy két év múlva is. Na most van az, hogy nem tudják, és máshol a világon ezt a bizonyos pillangó példát ugye mindig el szokták mondani, hogyha valahol agyon csapsz egy pillangót, mondjuk hol, nem tudom, Európában, hogy micsoda beláthatatlan következményei lehetnek még a brazil őserdőben. Jó, ez inkább egy pillangó szárnya volt, hogy megdebent a szárnyát, de... és akkor ott egy tornádó lesz belőle, de ugyanez, hogy a... Tehát olyan érzékeny a rendszer, hogy nem tudod felmérni arra, hogy milyen következményei lesznek, ja. És valóban, és ha az ember egy kicsikét nem menekül el különböző dolgokba, nem szappanoperákat és nem ilyeneket akar nézni, hanem egy picikét szembenéz a világgal, akkor ezzel találkozik, hogy te jó ég. Hát valóban ez van. Ezt mondták nekünk? Igen. Nem csak mi ezt már négy éve mondjuk ezt egyébként, máshol is ugyanezt mondják, és akkor körbenéz, és azt kell mondani, hogy te jó ég. Ez tényleg így történt, ez tényleg bekövetkezett. Ez is. Igen, és mi mindig gyorsítok, most én mondom, mert mindjárt vége a műsornak, mindig hivatkozunk filmekre, és megint csak a külön számból jutott eszembe, volt ez a Holnap után film, igen. És egyúttal a Sötét jövő, és ez a Sötét jövő annak is tulajdonítható, direkt használom ezt a szót, ami a populációs bomba, és tulajdonképpen arról szól a történet, hogy a Föld és a túlnépesedés, nem először beszélünk erről, mert nagyon sok ismert világhírű személyiség már elmondta, hogy lehetne csökkenteni elég szemét módon a Föld lakosságát, és egy kicsit most megint csak visszaköszön, mert a születési ráta az már szerepelt műsorainkban, hogy 2-1 alatt az van Európában. Bőven. Hogy akkor mi lesz? Tehát ez a bizonyos populációs bomba, de valaki azt a szót is használta, hogy populációs hisztéria, vagy túlnépesedési hisztéria, mi mindent hozhat? Na gyerünk! In his infamous 1968 book, The Population Bomb, Paul Ehrlich and his wife Anne wrote, "A cancer is an uncontrolled multiplication of cells. The population explosion is an uncontrolled multiplication of people. We must shift our efforts from the treatment of the symptoms to the cutting out of the cancer. The operation will demand many apparently brutal and heartless decisions." He felt the cancer of newborn babies was so potentially devastating to humanity that in 1969 he actually advocated adding sterilants to the food and water supply. Lest there were any doubt about his remarks, he further elaborated on them in Ecoscience, a 1977 book that he co-authored with Obama's current science czar, John Holdren, where they once again advocated adding sterilants to the water supply. In 1972, ex-World Bank advisor and UN functionary Maurice Strong advocated government licensing for women's right to have children. In 1988, Prince Philip uttered his deplorable comment, "In the event I am reborn, I would like to return as a deadly virus in order to contribute something to solve overpopulation." In the 1990s, Ted Turner told Audubon magazine that a total world population of 250 to 300 million people, a 95% decline from present levels, would be ideal. Of course, the overpopulation myth itself crumbles under the slightest scrutiny. No one, not even the UN, is projecting limitless growth of the human population. Even the most alarmist predictions show the world population leveling off within 40 years.
What's more, the birth rate in every major industrialized nation in the world is now below the replacement rate of 2.1, meaning that they are in fact dying nations of aging populations that require an ever-increasing influx of immigrants just to maintain their population level. In addition to the well-known phenomenon of industrialization reducing the size of families, there are now indications that chemicals called endocrine disruptors, which are mysteriously ending up in our foods, plastics, and drinking water, are limiting our biological ability to reproduce, with sperm rates among Western men declining a staggering 50% in the last 50 years, with 85% of the remaining sperm being abnormal. But still, even if we were to take the hysteria over population size at face value, the solutions suggested by the Malthusians, forced sterilization programs, deindustrializations, and even genocide, represent the biggest fraud of all. The idea that merely reducing the size of a population will somehow reduce the inequalities and iniquities within that society. Szóval a szörnyűségek hangzottak itt el, nem csak Ted Turner szájából, hanem egyáltalán az ivóvízbe és az ételbe kevert dolgokról. Erről egyetlen egy dolog jut eszembe, hogy nagyon-nagyon régen, nem tudom, 10 éve, 12 éve, amikor még tartotta magát az a hit, hogy a fogszúvasodást a fluor tabletta, hogyha beveszed és megveszed, az megakadályozza. Aztán azóta hála Istennek rájöttek, hogy ez nem egészen így van. Akkor szerencsére nem valósult meg, azt akarták orvosok, meg hát egyáltalán ebben a bizniszben dolgozó emberek, hogy az ivóvízbe keverjenek fluort. Hát szerencsére ez nem valósult meg. De ezek a hülyeségek, már bocsánat, most megint itt vannak a nyakunkon. Bocsánat, hozzákettem, Magyarországon nem valósult meg, Amerikában megvalósult. Nálunk én most hazai viszonylatról beszéltem. Igen. Ebben egyébként az az érdekes, hogy ez a bizonyos Paul Ehrlich nevű úr már 1964-ben megírt egy ilyen Populációs bomba című könyvet, és már akkor, tehát ez több mint 50 évvel ezelőtt van, feleségével együtt írta, megírta ezeket a dolgokat, és amiket utána mondtak, hogy Fülöp herceg azt mondja, hogy egy halálos vírusként, ha létezik újjászületés, egy halálos vírusként akarok visszatérni, hogy csökkentsem az emberiség létszámát. Tehát szörnyűséges az általad említett Ted Turner, aki elmondja, rengeteg olyan ember van. Bill Gates mit tudott? Hát ugyanúgy csökkenteni akar, és olyan módszereket találja, hogy hát hogy tudnánk jelentős mértékben csökkenteni az emberiségnek a létszámát. A következő műsornak a legerején még visszatérünk majd erre a népességcsökkentésre, és ott még kiderült, hogy ez már igazából a 18. században elkezdődött, tehát nem mostani dolog. Most az a félelmetes, hogy ezek az emberek, amikről most itt beszélünk, ezt tényleg komolyan gondolják. Tehát itt, amikor szerintem a kedves nézők is, amikor egy részük ezt megnézi, vagy általában erről olvas, akkor ez egy ilyen sci-fi. Egy ilyen fantázia történet, de ez a valóság. Miközben Kínában volt az egyke program, így van. Büntették is. Így van, de ott sterilizáltak Indiában is. Én értem, de itt olyan mértékűnek kellene lennie, globálisan. Megint a következő adás elején elhangzik, olyan mértékűnek kell lennie, ami felfoghatatlan. Hát erről csináltunk külön műsort. Hát olyanokat, hogy tizedére kéne, a legmagasabb érték, amit hallottam valamifajta ilyen idézőbetéve szakember szájából, az 2 milliárd volt. Akkor is 5 milliárd. Hát mi lenne? Most már 5 milliárd 300 millió, mert 7 milliárd 300 millió vagyunk. Akkor is 5 milliárd 300 millió embert valamiképpen el kéne tüntetni. Hát ez is szörnyű. A legalsó dolog itt is az 2-300 milliónál van. Igen, tehát az azt jelenti, hogy a 7,3 milliárdból a 3 milliárd maradhatta meg, és a 7 milliárd meg megy a Na itt az az érdekes, hogy kiválogatja ki őket, de hát ez megint egy ez másik, történet. Kedves nézők, a következő műsorunkban, tehát ahogy már jeleztük is, a végítélet napjáról szóló elmérkedéseinket folytatjuk természetesen filmrészletekkel, bejátszókkal. A kérdés pedig az, hogy az az előbb említett Paul Ehrlich nevű úr, ami a könyv 1964-ben jelent meg. Elmondtuk, nem nehéz, mi a könyv címe. Ez a kérdés, és akkor mutatom a nyereményt. Azt mondja, hogy Apokalipszis, a külön szám, ez most már megvan, és itt van a hihetetlennek az áprilisi száma. Hú, hüllő emberek uralják a földet, és még sok minden más, ahogy már ezt megszokhatták, és most másik két könyvet mutatok, mert az előző kettőt már megnyerték, ugye elmondtuk. Itt van James Jackson könyve, a háttérhatalom,
kézikönyv az illuminátusokhoz, szabadkönyvesekhez, és még sorolhatnám. Tökéletesen illeszkedik ide. És akkor igen, és a másik pedig a Phoenix generáció, hát itt már van Y generáció, stb. Ez pedig a kapcsolódás, az együttérzés és a tudatosság új korszaka. Többet nem idézek, viszont megmutatom a könyvet, ezt lehet megnyerni. Kérdést mondtam, és akkor ugyebár hihetetlen tv.kukac, hihetetlenmagazin.hu-ra kérjük tisztelettel, a lakcímmel együtt elküldeni a megfejtéseket, és nagyon remélem, hogy nagyon sokan fognak megint nyerni az ország és a világ minden tájáról, és ez nem nagy képűség, mert külföldön is nyertek és nyernek még, minket pedig egy fél perc alatt elmondott, jó, hogy nézzenek, még. Nézzenek bennünket minden pénteken este 9-kor a 6-osaton, a műsorán a következő héten 4 alkalommal megismétik a műsorunkat. A Hihetetlen magazin, illetve a Hihetetlen TV Facebook oldalára kerül föl először a műsorunkot, azonnal első kézből frissen melegen meg tudják nézni. Régebbi műsorunkat 2012-től napjainkig a YouTube-on megtalálhatják. A két oldalunkon, elsősorban a Hihetetlen magazin oldalán, pedig a műsorhoz kapcsolódó szövegkép és videóanyagokat is találnak. Köszönjük szépen a figyelmet, és akkor a szokott időben ismét találkozunk. Addig is minden jót, a viszontlátásra, a viszonthallásra. Viszontlátásra. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. A nagy újraindítás. Túlélő leszel, vagy áldozat? Nincs idő az ébredezésre. Lépjünk ki az álomvilágból. Bábeli társadalom, a végzett neve Atlantis, egy új világ küszöbén, amikor már a pénz sem segít. Bibliai apokalipszis. A Kissinger jelentés. Csak 500 millió maradhat. Gyilkos vírusok, az ítélet napja, félelmek Magyarországon, a függetlenség napja, aranykori jóslatok, új ég, új föld, új emberiség, amitől az elit retteg, szentségtelen szövetség, a világot irányító háttérerőkkel. Mindenről és még sok más érdekes, izgalmas dologról olvashatnak a Hihetetlen magazin külön számában, kapható az újságárusoknál.